központok hálózata a civil szervezetekkel, alapítványokkal, egyesületekkel együtt dolgozik. Mi az élet minden területén ott vagyunk, a kultúra, a sport, a művészet, szociális terület, oktatás, tehát mindenhol megtalálnak bennünket a fiatalok, ezért is gondoltuk, hogy a szabadidő hasznos eltöltéséhez mi nagyon jó alternatívákat tudunk biztosítani. A gyerekek megtalálnak bennünket ezen a standon, megtekinthetik, hogy civil szervezeteink milyen tevékenységet végeznek, hiszen minden nap sok-sok szervezettel találkozhatnak itt. Belekóstolhatnak a kreatív művészetekbe, a hagyományőrzésbe, a sportba, az önkéntességgel találkozhatnak. Igyekszünk bemutatni, hogy érdemes hozzánk csatlakozni. Bármelyik városba mennek el tanulni, ott megtalálnak olyan szervezeteket, amelyek az érdeklődési körüknek megfelelő. Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy ez egy országos hálózat tulajdonképpen, és minden megyében van ilyen civil központ. Tehát igazából bármit szeretnének a civil léttel kapcsolatosan információként begyűjteni, azt megtehetik nem csak itt, hanem minden megyében. Tehát nem kell utazniuk sehova, a saját megyéjüket el se kell hagyni, hanem minden megyében van ilyen központ. És megtalálható minden civil központnak az elérhetősége és a programjai a közösségi oldalakon, valamint van honlapja minden civil központnak, tehát abszolút sok helyen fellelhetőek vagyunk, csak a fiatalok nem tudják. És itt döbbennek rá, hogy ez egy milyen csodálatos dolog, hogy vannak ilyen központok, ahol igazából őket tudják koordinálni a civil lét felé. A szabadidejüket úgy szeretnék eltölteni, hogy az valóban élménygazdag legyen, és közösségre vágynak az emberek. Ezt várjuk a fiataloktól is, hogy közösségeket keressenek, hogy csatlakozzanak. Azon kívül az önkéntesség is egy prioritás az idejében a standunkhoz. Lehet látni, hogy fiatalok tömegeit vonzák ezek a rendezvények, hiszen tudják, hogy olyan információt kapnak, és olyan tudást, amit egyébként máshol nem szerezhetnének meg. Van olyan, hogy szerencsekerék, ami nagyon-nagyon népszerű, és olyan kérdésekre kell válaszolniuk az itt megjelenő fiataloknak, ami a civil léttel kapcsolatos. Egyáltalán hogy lehet létrehozni egy civil szervezetet? A fiatalok milyen alapon tömörülhetnek civil szervezetbe? Ráadásul olyan hasznos ajándékokat kapnak, ami a mindennapi életükbe nagyon jó. Most például melegítő kézpárnát adunk, ebben a mínuszfokban imádják, örülnek neki. Tehát olyan hasznos ajándékokkal igyekeztünk készülni, ami a mindennapi életbe az ő hasznos segítségük lehet. De emlékezni fognak rá, hogy ezt melyik standon kapták. És megkaptuk már több fiataltól, mióta itt vagyunk, és repes a lelkünk, hogy ez az egyik legjobb stand itt a kiállításon. Minden napra meghívtunk olyan szervezeteket, amelyek önkénteseket fogadnak vagy küldenek, tehát tájékozódhatnak itt a külföldi önkéntességről is. Ez azért nagyon jó, mert munkalehetőség is, az önéletrajzukba is betűzhetik, hogy hol dolgoztak már. Azon kívül pedig ennél nagyobb élményt, mint önkénteskedni külhonban, vagy itthon egy természetvédő, állatvédő, vagy szociális területen működő szervezetnél, szerintem ennél nagyobb élmény nem is kell. Nekem a kutya az az én meghosszabbított kezem. Tehát ő nem egy eszköz, hanem ő az én kiegészítésem. Úgyhogy mi ketten vagyunk egy. Folyamatos képzések alatt állunk, meg gyakorlatokat végzünk minden évben. Hát én jelen pillanatban olyan 10-12 végzettséggel rendelkezem, ami ezzel kapcsolódik. A kutyák azok folyamatosan tréningezve vannak, a vizsgáikat megcsináljuk, teszteljük őket, és minden vizsgát el kell, hogy végezzenek ahhoz, hogy megfelelően tudjanak dolgozni. Csak olyan helyre küldöm be, ahova én is bemegyek vele. Mi nem szoktunk olyat, hogy olyan helyre küldjük, amit nem látunk át. Muszáj azt belátni, hogy ne legyen a mentőből mentendő. És ez ugyanúgy vonatkozik a kutyára is, mint a kutyásra. Tehát mi ketten együtt mozgunk, úgyhogy olyan helyre tudunk menni, amit én átlátok, hogy az megfelelően biztonságos, ő pedig ki tudja szagolni azt, hogy van-e ott személy vagy nincs. Mi
a vármegyénk valamennyi civil szervezetét ismerjük, legalábbis azokat, akik jól működnek, így ha felmérjük azt, hogy mi az érdeklődési körük, természetesen sok szervezetet tudunk ajánlani, ahova akár tagként be tudnak csatlakozni, vagy el tudnak menni a programjaikra, vagy önkénteskedhetnek náluk. Most már ugye van a középiskolákban az 50 órás kötelező úgynevezett szolgálat, ami egyébként önkéntes alapon működik, de ahhoz, hogy valaki az érettségét megszerezze, ezt meg kell tennie. És akkor mi tudomásunk van arról, hogy az országban mely civil egyesületek, civil szervezetek, akik fogadják a fiatalokat. És itt ugye nem csak az állatmenhelyek, hanem a szociális intézmények, idősek otthona, tehát szerte ágazó a lehetőség, és akkor a fiatalok tudnak választani, hogy hol tudnak ilyen munkát például elvégezni, és nagyon sokan ezt igénybe is veszik. Tehát úgymond a mi úgymond koordináló szerepünket. És én nagyon-nagyon hasznosnak tartom ezt az 50 órás szolgálatot, és hogy kötelező, mert először úgy mennek el a fiatalok, hogy dúlnak, fúlnak, hogy ó, még ezt is be kell vállalni, és elmondanám, hogy nagyon sokan továbbra is önkéntes munkát végeznek, és imádják ezt a feladatot, meg ezt a történetet, és ezt onnan tudom, az is bizonyosság nekünk, hogy már most második éve kijárunk középiskolákba, és visszük az úgynevezett kreatív társasjátékunkat az Alakolj címmel, ami a civil lét ismérveibe viszi bele a fiatalokat játékos formában, és ott elmondják, és mi is tágas nyílt szemmel hallgatjuk, hogy ő már itt meg ott volt önkéntes munkát, és ő tudja, hogy ott fog maradni, és ez valahol a közösséget egy picit újra összehozza, visszahozza egy kicsit azt, amit elveszítettünk. A civil szervezeteink nem profitot termelnek, de termelnek nagyon fontos dolgokat, barátságot, közösséget, közösséghez tartozást, adnak rengeteg élményt, és ez mindennél többet jelent, ez több, mint a profit.